Köszöntök mindenkit! Ma június 16-a van, szépen virágzik a szőlő, egyelőre nagyszerű idő van, minden ideális, lengedez egy kicsit a szél, úgyhogy most természetesen békén hagyjuk a szőlőt, és megnézzük az őszi barackot. Egy kicsit késve vagyok az őszi barack zöld metszésével, vagy zöld válogatásával, de hát minden egy kicsit később van. Itt a háttérben a barack termésemnek a nagyobb része látható. Ezen mutatnám meg azt, hogy mit is szoktam ilyenkor nyár elején csinálni az őszi barack hajtásaival. Elsősorban ugye a koronát szellőssé, világossá kell tenni, ahol nagyon sűrű, ott ritkítani kell a hajtásokat. Amíg ezek a hajtások kicsik, addig ezt könnyen meg lehet tenni. Fontos, hogy ezek a kis barackok elegendő napfényhez jussanak. Úgy tudnak jól beérni. Ezért azokat a hajtásokat, amik árnyékolják őket, azokat könyörtelenül eltávolítom. Természetesen ügyelek rá, hogy a barack felett és a barack közelébe maradjanak hajtások, amik táplálják a gyümölcsöt. Már is több a napfény. Ezek a kis hajtások még kicsiphetőek könnyedén, erősebbekhez már metszióló kell. Hogyha olyan hajtást találok, ami meredeken, felfele nő, akkor azt ki szoktam törni, vagy pedig ilyenkor megmetszem egy 2-3-4 rügyre, és ilyenkor még van esély, hogy ebből olyan hajtásokat nyerjek, amik őszre berakodnak termőrügyekkel. A rossz állásúakat letördelem, vagy kimetszem, attól függően, hogy milyen erősek. Ezen a kisfán is látható, itt 3 meredeken felfelé törekvő hajtás. Ezeket ugye mind eltávolíthatnám, de én ehelyett azt teszem, hogy visszametszem őket, mindegyiket, 2-4 rügyre, és majd kialakul, meglátjuk nyár végén, hogy mi fog ebből fejlődni. A konkurens hajtásokat itt eltávolítom, nincs egyikre sem szükség. Van esélyem rá, hogy esetleg ezekből még jó állású termőhajtásokat kapjak, amivel leváltható lesz majd mondjuk ez az ág, amin ugye van 2 kis barack. Ezzel a fával egyébként kész vagyok. Talán látható, hogy így sokkal intenzívebben tudok permetezést végezni majd, és ennél a zöld válogatásnál az esetleges moníliás hajtásokat is ugye eltávolítom. Ez a kisfa nem hozott termést, tehát megfagyott tavasszal sajnos. Hosszú termőhajtásokat hagytam rajta, reménykedtem, hogy már jó kis termést hoz. Most ezeket a hosszú termőhajtásokat, legalábbis egy részüket rövidebbre metszem, hogy a következő évre ugye jó termőhajtások alakuljanak ki, illetve hogy feleslegesen ne magasodjon fel. Itt látható egy jó irányú hajtás, amit a következő évben felhasználhatok termőhajtásnak, hogyha kellően megerősödik és berakódik ugye termőrügyekkel, felette elmetszem. Így. Most alatta van egy hajtás, ami befele nő. Ezt kimetszem. Az alatta lévőt meghagyom, és itt a tövénél pedig van egy meredeken felfele növekvő hajtás. Ugye ezt vagy kitöröm, kimetszem teljesen, vagy jelen esetben rövidre metszem, így. És így ezen alakulhatnak még ki, és fognak is kialakulni erőteljes hajtások
őszre. És természetesen, mivel itt ugye fásmetszést végeztem, ezt a sebet azonnal lekezelem fagéllel, nehogy valamiféle gombás vagy baktériumos fertőzés érje a hajtást. A kis vékony kicsipkedett hajtásoknak a helyét nem kezelem fagéllel. Ilyenkor nyáron, jó időben, száraz időben ezek nagyon gyorsan begyógyulnak. Valószínűleg itt sem lenne probléma, de hát kiskertben könnyen meg tudjuk ezt tenni, hogy lekezeljük a sebeket valamennyit. A nyári zöldmetszésnek nagyon sok előnye van. Az egyik tehát az, hogy szép, erőteljes termővesszők fejlődnek ugye a nyár folyamán. A másik az, hogy a növényvédelem sokkal egyszerűbb lesz, sokkal könnyebb lesz. Minden hajtás, minden levél könnyen elérhető a permetlével. Meg tudjuk akadályozni elsősorban ugye a moníliát, de a levéltetvek ellen is, és egyéb levélbetegségek ellen is hatásosabban tudunk védekezni. Ugye például a stigmina ellen. Egyelőre ilyenkor még nagyon szépek, zöldek a levelek, semmi probléma nincs. Később viszont ez változhat, és ezt mindenféleképpen meg kell előzni. Amennyiben időm engedi, ezt valamennyi fámmal meg fogom most csinálni. A fiatal fákkal mindenféleképpen. Zöld válogatás után azonnal permetezek, mégpedig molyok és tetvek ellen full öccsét használok, a gombabetegségek ellen topázt, ugye stigmina, monilia és egyéb levélbetegségek ellen alkalmazom ezt a szert. Mindig használok egy kis lomtrágyát, illetve kiegészítésül hatásfokozót, nonitot, kell egy kis kalibrált mérőhenger. És nagyon fontos még, hogy a fás sebeket, azokat azonnal lekenem fagéllel, közvetlen a metszés után. Tehát most bekeverem ezt az anyagot, és már permetezek is. Természetesen azokat a fákat, amelyeken érőfélben lévő gyümölcs van, azokat messze elkerülöm a permetszerekkel. Ezen a kis fán nincs termés, tehát igazából bármivel permetezhetném. Nem kell az élelmezés egészségügyi várakozási időket figyelembe venni, de hát nincs ezzel semmi baj, akkor se lenne, hogyha lenne rajta barack. Sajnos ugyanez vonatkozik ezekre is. Viszont szeretném ilyen egészségesen megtartani a leveleket, a szőlő lombozatát. Még csak reggel 6:30 van és már süt a nap, sajnos este nem érek rá. Válogatást azt nem vittem túlzásba, mondhatni nem válogattam. Tehát ha komolyabb termésem lenne, akkor ebből a 4 barackból 2 biztos leszettem volna, de így ugye ilyen kis termésnél hagyom az egészet. Bevállalva azt, hogy inkább apróbbak lesznek a barackok. De hát mivel nagyon kevés van, ezért nem válogatok. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, kérem nézzék meg régebbi őszi barackkal kapcsolatos videóimat, további szép napot mindenkinek, viszontlátásra!